barázdákon át mezőgazdasági, környezetvédelmi, környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési magazin. Vidékünkről, mezőgazdaságról, környezetvédelemről, képekben és szóban. Köszöntöm a kedves nézőket, ez már a Barázdákon át című mezőgazdasági, környezetvédelmi, környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési műsor 6. adása, melynek tartalmából kiemelném, hogy beszélgetünk majd Fremond Árpád parlamenti képviselővel. A Vajdasági Magyar Szövetség ugyanis több módosítási javaslatot is benyújtott a készülő mezőgazdasági törvénytervezettel kapcsolatban. Ezen kívül a 8. évfordulóját ünnepelte fennállásának a Topolyai Községi Agrár Unió. Ott voltunk az ünnepségen, és beszélgetünk az elmúlt 8 év tapasztalatairól, valamint hallhatnak majd a civil szervezet terveiről is. A közelmúltban Bácskasútfalván szerveztek a gazdák számára képzést, mely alkalommal ismertették az Európai Uniós mezőgazdasági támogatási rendszert is, és a képzés végén megkérdeztük a környékbeli termelőket, hogy mi a véleményük erről, tehát többek között ezekről is hallhatnak majd mai műsorunkban, tartsanak velünk! Fremond Árpád parlamenti képviselővel beszélgettünk, aki a mezőgazdasági bizottság tagja is egyben, és aki a közelmúltban tárgyalt a köztársasági mezőgazdasági miniszterrel a vajdasági magyarokat érintő témákkal kapcsolatban. Tárgyaltunk Goran Knezsevics mezőgazdasági miniszterrel a mezőgazdasági támogatásokról és vidékfejlesztésről szóló törvényről, a vagyonvisszaszámoltatás nehézségeiről a mezőgazdaság területén, és hát ugye informálódtunk az Egyesült Arab Emirátusok és a szerb kormány között meghozandó államközi egyezményről is. Ami a mezőgazdasági támogatásokat és a vidékfejlesztésről szóló törvényt illeti, azt kell elmondanunk, hogy több mint 10 módosítási indítványunk van, melyekből jó néhány beépül majd ebbe a törvénybe. Valamikor a tavalyi év végén a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői szerveztek egy közvitát erről a törvénytervezetről. Több mint 30 gazdaszervezet képviseltette magát, ott voltak a szakma képviselő és az önkormányzatok mezőgazdasággal megbízott tanácsnokai is. És közel 20 javaslatot küldtünk el a mezőgazdasági minisztériumnak, és ezekből több be is épült most már a törvénytervezetbe, abban a formában ugye a törvény, amiben beérkezett a parlamentbe, tehát voltak előrelépések. A legfontosabbak ezek közül az, hogy csak 100 hektárig lesz támogatás, tehát 100 hektár fölött nem. Az első tervekben az volt, hogy korlátlan mennyiségben lehessen osztani a támogatásokat, sikerült elfogadni azt a javaslatunkat, mert ugye természetesen közösen a gazdaszervezetekkel nyújtottunk be, hogy csak 100 hektárig legyenek támogatások. Elfogadták azt is, hogy bekerüljön a törvénybe, hogy 5%-a a mindenkori költségvetésnek, az összköltségvetésnek a mezőgazdaság számára legyen fordítva. Elfogadták azt a javaslatot is, hogy választhassanak a termelők, hogy komerciális vagy pedig nem komerciális gazdaságba szeretnének tartozni, úgyhogy ezek mind-mind nagyon fontos javaslataink voltak. Amelyeket, azok a javaslatok közül, amelyeket most benyújtunk majd módosítási indítványként, a legfontosabb az, hogy a tartomány és az önkormányzatoknak a hatásköre mindenképpen bővüljön a mezőgazdaság terén, hiszen tudjuk itt, hogy Topolya községben is van egy nagyon jó működő mezőgazdasági alapunk, amelyből a mezőgazdasági termelők évente több alkalommal is tudnak különböző programokra pályázni. Szeretnénk, hogyha ez az alap meg tudna maradni, és hogy szeretnénk, hogyha ezeket a támogatásokat az elkövetkező időszakban is a rendelkezésére tudnak bocsátani a termelőknek. Ezért nagyon fontos ez a mi módosítási indítványunk, és ezt szeretnénk, hogy a tartomány hatáskörök is bővüljenek. Úgyhogy ott a megegyezés szerint a mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy nem lesz gond ezzel a módosítási indítvánnyal, és ő szóban azt az ígéretet tette, hogy támogatni fogja ezt a javaslatunkat. Továbbá szeretnénk a miniszteri hatásköröket is csökkenteni, hiszen a mezőgazdasági miniszter a törvénytervezet szerint a mezőgazdasági miniszternek lehetősége van arra, hogy csökkentse azokat a területeket, amelyekre a támogatásokat kioszták, tehát hogy nem 100 hektárig lesz mondjuk rá, hanem csak 50-ig. Ezt is elfogadta a miniszter, hogy csökkenjen neki ez a hatásköre.
és így azt lehet mondani, hogy 100 hektárig biztos támogatásra számíthatnak a termelők. A többi módosítási indítványunk az arról szól, hogy növekedjenek a mezőgazdaságban a támogatások. Erre nem volt olyan óriási fogadókészség minden esetre. Mi ezeket a módosításokat mindenképpen benyújtjuk, mert úgy gondoljuk, hogy csak is több összeggel lehetne fejleszteni a mezőgazdaságot, és a mezőgazdasági termelőket fel kell készíteni az Európai Unióban való versenyre, ezért minél több pénzt kell a mezőgazdaságban számunkra biztosítani. És hát elfogadásra került az a módosítási indítványunk is, mely a jószág tenyésztőket védi, tehát itt tudjuk azt, hogy a felvásárlók nagyon sokszor megkapják a prémiumokat a jószág után, és közvetlenül a kistermelő a vágóhidaknak nem tudja átadni a jószágát, ez itt Topolyán is elég nagy probléma, és a miniszternek fogadókészsége van arra, hogy ezt megoldjuk, azt mond, ígértetett arra, hogy ezt a módosítási intájunkat is támogatni fogja. Úgyhogy ebben az esetben mi abban állapodtunk meg, hogy megvárjuk azt, hogy a kormány hogyan dönt a módosítási intványunkról minden esetre, de amennyiben a kulcsfontosságú módosítási intványunkat elfogadják, akár tudjuk támogatni ezt a törvényt is. Annál is inkább, mert ugye független attól, hogy a gazdaságban fizetik-e nyugdíjalapot vagy sem, mindenki jogosult lesz, aki mezőgazdasággal foglalkozik, és aki valóban ebből él, mindenki jogosult lesz majd a támogatásokra, és úgy gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés az elmúlt időszakban, hiszen nagyon sokan kivoltak zárva ezekből a támogatásokból. A vagyon visszaszármaztatás kérdése is egy olyan téma, amely érinti a vajdasági magyarságot. Ezen kívül a közelmúltban a kedélyeket az is felkorbácsolta, hogy arab kézre szeretnének adni bizonyos mennyiségű termőföldet Belgrád környékén. Erről is megkérdeztük a parlamenti képviselő véleményét. Ami a vagyon visszaszármaztatás kérdését illeti, elmondhatjuk azt, hogy vannak apró problémák abban az esetben, hogyha volt tagosítás az adott községben. Itt a vagyonvisszaszármaztatási ügynökség kér különböző dokumentumokat, hogy most milyen parcella számmal rendelkeznek ezek a termőföldek. Itt azt beszéltük meg, hogy a mezőgazdasági minisztérium a vagyonvisszaszármaztatási ügynökségtől egy tájékoztatót fog kérni, pontosan melyek is azok a nehézségek, amelyek előfordulnak a termőföldek visszaszármaztatása esetében. És abban állapodtunk meg a mezőgazdasági miniszterrel, hogy amennyiben szükség lesz arra, hogy változtassunk a törvényen, akkor azt közösen kezdeményezzük, és csak erre a részére ennek a törvénynek, amely a mezőgazdasági termőföldekre vonatkozik. Ami az Egyesült Arab Emirátusokkal való megállapodást illeti, itt arról tájékoztatott minket a mezőgazdasági miniszter, hogy nem szándékoznak vajdaságba bérbeadni termőföldet. Ugye mi ez ellen emeltük fel leginkább a hangunkat, hogy mindenféle licitálás, mindenféle pályázat nélkül ugye vajdaságban állami tulajdonban lévő földeket fognak külföldiek számára bocsájtani, mindössze 250 eurós bérleti díjat is 30 évre előre. Tudjuk azt, hogy a mi gazdáink sokkal többet fizetnek bérletként, van ahol 400-500, sőt van ahol 600 eurót is hektáronként. Ezért nagyon fontos az, hogy ugye állítólag kikerült a megalapodásba az a 16.500 hektár, amely mint állami föld, amelyeket mint állami földet béreltek ezek az állami birtokok. És nagyon fontos az, hogy ezek visszakerülnek az önkormányzatokba, a községekbe, és ezeket szétosszák majd a mezőgazdasági termelők között. Tudjuk azt, hogy 2001 után ugye külföldi cég vehetett hazai cégeket, amelyeknek tulajdonában vannak mezőgazdasági földterületek, tehát vehetettek ilyen állami birtokokat, és ugye van több cég, horvát, magyar, olasz, illetve ír kézben is itt Vajdaságban, és itt az államközi egyezmény értelmében ugye előjogot szerez a közös vállalat, amit a szerb kormány Belgrád város is az Aldakra cég köt, vagy illetve hoznak létre, és ez a cég ugye előjogot szerez arra, hogy megvásárolja ezeket a területeket. Ez ugye eddig is lehetséges volt, de mondom, itt a legnagyobb probléma azzal van, hogy ugye mennyi állami föld kerül az ő tulajdonokba. Egyelőre azt lehet tudni, hogy 3000 hektár, ami Szurcsima van Belgrád város területéhez tartozik, azokat a földeket fogják bérelni. Ami biztos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem fog változtatni az álláspontján, mindaddig, amíg nem látjuk, hogy pontosan mi van abban az egyezménybe, és hát a végső álláspontunkat természetesen akkor fogjuk kialakítani, amikor meglátjuk, hogy valóban mit is tartalmaz ez a szerződés.
Fennállásának 8. évfordulóját ünnepelte az Agrár Unió civil szervezet. Ez alkalommal egy összegzést kértünk Vojcsena Izabellától, az igazgatóbizottság elnökétől. Nagyon-nagyon sok probléma és gond van a mezőgazdaságban. Ez a 8 év azt lehet mondani, hogy elszállt, olyan gyorsan elmúlt. Tehát amit sikereknek mondhatunk, hogy a pályázatokon elég sikeresen szerepeltünk, nagyon sok pályázatot megnyertünk, ezen kívül rengeteg edukáción vettünk részben, tehát nagyon sok olyan, van olyan sok civil szervezeten, akikén tudtunk segíteni. Próbáltunk a termelőknek újításokat is bemutatni, amiben a jövőbe várakoznak, például a permetezőknek a bemutatása, aznaknak a lemérése, a dűzliknek, a porlasztóknak a lemérése, tehát valójában szigorítások fognak bekövetkezni, tehát valójában permetezni csak az fog bírni, akinek lesz papírja róla. Tehát bemutattuk, hogy hogy kell egy szakszerű és egy modern és egy jó permetező, hogy kinézzen. Tehát voltunk termelők, akiket direkt bevontunk ebben, és meg tudták látni, hogy valójában mennyire rossz állapotban vannak a permetezők. Kevés olyan permetező volt, ami jó állapotban van. A pályázatok írását továbbra is folytatni fogjuk. Tartományi pályázatokról van szó, amiket sikerült. Volt olyat, amit másik civil szervezettel közösen írtunk meg, és sikeresen megpályáztunk és megkaptunk. Tehát ezt folytatni fogjuk továbbra is. Rengeteget utaztunk külföldre és a hazai kiállításokra nagyon sokat. Évente azt lehet mondani, hogy 5-6 alkalommal szervezünk ilyen utazásokat, ahol természetesen minden újítást, ami a mezőgazdasággal kapcsolatos, tehát nem csak a gépek, nem csak a magok, tehát, hanem az állattenyésztéstől kezdve, tehát igyekszünk mindenkinek eleget tenni. A téli előadások változatosak, tehát ott is az állattenyésztésről, a magnemesítő intézetektől, a vegyszerektől a legújabb, hogy így mondjam, gépezetek, amiket most jönnek, tehát változik az egész termelés a szárasság miatt, tehát újabb és újabb csatlakozó eszközök, gépek jönnek forgalomba, mások a talajoknak a megművelése, tehát itt próbáljuk állandóan kísérni. Egy nagyon nehéz évnek néztünk vissza, a szárasság nagyon nehéz volt tavaly és tavaly előtt is, a termelők anyagilag ki vannak merülve, és hát nagyon várjuk, hogy az állam ilyen döntéseket fog hozni, ami a szubvenciókat illeti. Ha nem fognak pozitív döntéseket hozni a legrövidebb időn belül, egy másik hónapon belül, akkor a termelők valószínűleg, hogy nagyon nehezen tudnak megindulni. Az állattenyésztés nagyon nehéz helyzetben van. Ha nyílik az unió felé, mint ahogy mondták, hogy a szabad kereskedelem, abban az esetben több mint valószínű, hogy az állattenyésztők is nagyon sok olyan lesz, aki tönkre fog menni. Ambiciós terve indultunk ebben az évben, meglepetés készítünk a Topolyának a felvonulási napjára, ott részt szeretnénk venni az idejében, ezen kívül alakítsuk az Agrár Uniónak a gyermekeknek a csoportját. Ezek a gyerekeknek a 3 és a 18 éves kort akarjuk felölelni, és ezeknek fogunk több alkalommal is programokat szervezni. Lesznek ilyen edukatív, tehát korán megkezdjük a gyerekekkel szerettetni bizonyos dolgokat, tehát lesz itt olyan sütés, főzés, tehát lesznek ilyenek is, lesznek ilyen különféle versenyek is a nagyobb gyerekeknek is, úgyhogy a célunk az, hogyha bírjuk legalább egy 24 órára a gyerekeket elvagyjuk a komputertől, és hogy próbáljanak minél többet egymás között barátkozni, és hogy egy kicsikét, hogy így mondjam, a szeretet, a megbecsülés, a tisztelés, megtanulják, hogy valójában mit jelent a játszani. Én úgy nőttem fel, hogy az utcán játszottam, most már gyerekek a komputerra játszanak, tehát az egymás közötti barátkozást szeretnénk egy kicsikét serkenteni a gyerekek között, és megpróbálni valahogy a szülőket is ebbe bevonni. Tehát a szülőknek is fogunk tervezni programokat. Körülbelül az az 50-60 tag van közöttünk, de most körülbelül a gyerekekkel valószínűleg, hogy el fogjuk érni a 70-et, 80-et,
80-at is, nagyon sok felkérést kaptunk az utolsó időben. A tagoknak a toborozás általában most fog lefolyni, míg tartanak a téli előadások. Az előadások alatt szoktak a termelők belépni az Agrárunióba, és a gyerekeknek a csatlakozása is most van folyamatban, tehát ez az idei évben, amit előle látunk tervet, úgyhogy szerintem elég jó föl fogunk szaporodni ebben az évben. Az Agrárunió civil szervezet együttműködési szerződést írt alá a Szürke Marha Tenyésztők Egyesületével. Az Egyesület képviseletében Truzsinszky Szabolcs látta el kézjegyével a dokumentumot. Egy együttműködés, amit az Agrárunióval már ezelőtt is mi együttműködtünk Izabellával. Én egy kicsit ilyen egyedi vagyok az őshonos állat tenyésztésén és az őshonos növények termesztésével a községünkben. Hát próbálkozok azért, hogy másokat is bekapcsoljunk ebbe a munkába, csak sajnos nagyon nehéz azért, mert tavaly előtt ugye az állam megvonta a támogatást, és mi is, én is személyesen nagyon nehéz helyzetbe kerültem. Hát azért bízok, hogy ebbe az új törvénytervezetbe sikerült beépíteni magunkat, itt nagyon sokat törekedtem én személyesen, nagyon kivettem a részemet, hogy belekerüljenek az őshonos állatok, vagyis hogy újra élegyen a genetikai reszorsz. Hát szerintem, ha nincsen múltunk, azt most vegyük úgy, ugye, hogy ha magyarok, ha szerbek, ha bárkik, akik itt élünk, ha nincsen múltunk, akkor jövőben nincs mit keresnünk. Szóval így kell hozzáállni az őshonos állat és az őshonos növény termesztéséhez vagy termeléséhez. Hát én bízom, hogy az elkövetkező időben nagyobb eredmény lesz, mint ahova most jutottunk. A közelmúltban Bácskaútfalván szerveztek képzést a gazdáknak, ahol megismerkedhettek az Európai Uniós támogatási rendszerrel. Egy topolyai mezőgazdasági termelőt kérdeztünk az ottani tapasztalatokról. Majdnem úgy beszélünk, hogy irigykedünk a magyar testvérekre, hogy ők azért sok támogatást le tudnak halászni. Hát reméljük, hogy az elkövetkezőben, hogyha mink is már ottan a csatlakozás folyamatában benne leszünk, hogy mink is egy kicsit élvezni tudjuk ennek az Európai Uniónak a gyümölcsét. Most az olyan dolog, hogy ami a mi feladatunk, az úgy néz ki, hogy még csak hallgassuk az előadásokat, meg szedjük a tapasztalatokat, és utána hát én gondolom, hogy mink is nem leszünk annyira mostoha gyerekek, vagy nem leszünk olyan nagyon lemaradva, hogy hát biztosan, hogy csatlakozni fogunk. Ön elsősorban növénytermesztéssel foglalkozik, úgy tudom, elsősorban milyen támogatásokra számít majd a jövőben, illetve milyen lenne az a támogatási forma, ami a növénytermesztőknek kedvezne? Hát itten, ahogy mink itten leszűrjük, a terület alapú támogatása legnagyobb mértékű, utána aztán az ember itt le tud fejteni még ilyen különböző biotermékekre való támogatást, amit itt el is hangzottak, hogy hát most attól függ, ugye az ember mit termeszt, hogyha konyhakertészettel foglalkozik, akkor nagyobbak a támogatások, ha gyümölcsészet, akkor is mondta, hogy elérhető a 800-900 euró per hektáron, annak a telepítésére, akik hát ugye pláne bióval foglalkoznak, mint én, azoknak meg mondta, hogy kiemelkedő a támogatás. Egyik érdekes téma volt itt a génmódosított növények témája. Önnek erről mi a véleménye, és mi újat hallott itt ezzel kapcsolatban? Hát itten ők, hogy mondjam, a génmódosításokat azt nagyon kizárják, tehát az európai piacról, már Amerikában is hallatszik, hogy be vannak tiltva, tehát ilyen génmanipulált dolgokkal nem hiszem, hogy erről már beszélni kell, mert itten még a kukoricákat is letaruppolják, a szójákat, tehát nem hiszem, hogy ez az ágazat, ez befullad. Szóval erről kár beszélni, itten most már csak a hagyományos élelmiszereket, meg ahogy én látom, hogy jobban a bio felé orientálódik, tehát a tiszta, megbízható élelmiszer termesztésre. Azon van itt a hangsúly, azon van a fő cél. Ön foglalkozik egyébként ilyen vegyszermentes termesztéssel? Foglalkozok, igen.
foglalkozunk, mindig jobban összehúzzuk most már magunkat, mert nálunk ugye eddig ez nem volt támogatott terület, szóval valamennyit kapunk rá, de most ugye vannak maradva, hogy a múlt évben se kaptunk semmit, tehát még azt se kaptuk, mind a másik fődekre, hogy nagyon ez az ágazat itt nálunk gyerekcipőbe jár. Konkrétan mit termeszt ilyen módon? Hát termesztünk olajtököt, termesztünk pattogatni való kukoricát, törögetni való napraforgót. Egy másik mezőgazdasági termelőt, a Gazdakör tagját is megkérdeztük, hogy milyen tapasztalatokkal távozik a háromnapos képzésről. Vannak dolgok, amik nálunk szerintem jobban működnek. Azt látjuk, hogy borzasztó bürokrácia van, és nagyon nagy adminisztrációra van szükség a termelők részéről. Tehát küzdenek ők is, ugyanúgy, ahogy az itteni termelők is küzdenek a támogatási rendszerre. Hogyan lehetne leegyszerűsíteni ezt az adminisztrációt? Önállók még rosszabb a helyzet, mert ott blokk alapúak, tehát mondjuk úgy, hogy dőlők közötti táblákon belül kell a parcellákat meghatározni, még nálunk inkább parcella alapúak, de úgy látom, hogy sokszor azért van elkomplikálva az adminisztráció, mert nagyon komoly visszaélések voltak, és azt próbálja kiküszöbölni. Nálunk is a digitális térképeknek a bevezetésével, amik lassan kezdenek elterjedni, illetve a kataszterban lévő nyilvántartásoknak az nagyobb fokú alkalmazásával lehet, hogy lehetne valamennyit segíteni rajta, illetve ez országos szintű rendszeriken kellene változtatni, úgy gondolom. Ami persze politika függő. Kedves nézőink, ennyi fért Barázdákon át című mezőgazdasági műsorunk 6. adásába. Nézzenek bennünket a jövő héten is, ugyanitt és ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd.